Megszüntette a magyarországi kohéziós források felfüggesztéséről szóló korábbi döntését az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. A visegrádi országok miniszterelnökei találkoztak Prágában, álláspontjukat egyeztették az EU csúcs előtt. Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét választották meg a Vajdasági Képviselőház elnökének. Villámcsapások és kicsavart fák okoztak gondot a hajnali viharban az ország több pontján. Híradó a Duna Televízióban, jó napot kívánok! Nem esik el Magyarország a majdnem 150 milliárd forintos uniós támogatástól jövőre. Az unió pénzügyminiszteri tanácsa ugyanis megszüntette a kohéziós pénzek felfüggesztéséről szóló márciusi döntést. Matolcsy György szerint ez szép siker. A nemzetgazdasági miniszter azt mondta, az elmúlt két évben áldozatos munkával sikerült rendbe tenni az állam pénzügyeit, így idén és jövőre is a Brüsszel által elvárt 3% alatt lesz a költségvetési hiány. Volt vita a tagállamok pénzügyminiszterei között. Ellenszavazat nélkül egyhangulag vonták vissza korábbi döntésüket, amely mintegy 150 milliárd forint Magyarországnak szánt uniós támogatás zárolt volna jövő januártól. A támogatás lehetséges elvonásáról márciusban döntöttek, mert akkor még úgy látták, idén és jövőre a brüsszeli elvárásoknál magasabb lesz a magyar költségvetési hiány. Matolcsy György szerint a második Szél-Kálmán terv intézkedései győzték meg a pénzügyminisztereket. Először kaptunk egy olyan nyílt és egyértelmű visszajelzést az Európai Uniótól, hogy Magyarország valóban az elmúlt két év nem könnyű, ám de áldozatos munkája révén az állampénzügyeit rendbe tette. A pénzügyminiszteri tanács közleménye szerint Magyarország eleget tett a márciusi ajánlásoknak, és megfelelő intézkedéseket hozott a hiány kiigazítására. Magyarország ellen 2004, vagyis az uniós csatlakozás óta folyik eljárás, mert folyamatosan túl magas volt a költségvetési hiány. A legnagyobb deficit 2006-ban volt, akkor több mint 9%-kal több pénzt költött el az ország, mint amennyi bevétele volt. A pénzügyminiszterek mai döntésükkel azt mondták ki, hogy a magyar kormány intézkedéseinek köszönhetően tartósan, vagyis idén és jövőre is 3% alatt maradhat a GDP arányos hiány. Mivel a költségvetési egyensúlyt stagnáló gazdaság mellett kell tartani, a nemzetgazdasági miniszter közölte, egy növekedési és munkahelyteremtési programot készít, amellyel elsősorban a kis- és középvállalkozásokat erősítenék, segítenék a 25 év alattiak és az 55 év felettiek foglalkoztatását, és mérsékelnék az élő munkára rakódó terheket. Az uniós pénzügyminiszterek Magyarországra nézve kedvező döntése előrevetíti, hogy hamarosan a túlzott deficit eljárás is megszűnjön, mondta a Fidesz frakció vezetője. Rogán Antal szerint ez egy öröksége volt a mostani kormánynak, mert az előző kabinetek nem tudták valóra váltani az általuk tett ígéreteket, azaz a költségvetési hiány és az államadóság csökkentését. Az örökség lezárását Rogán Antal korszakváltásként értékelte. Közös levelet küldenek a visegrádi országok miniszterelnökei Brüsszelbe, amelyben a kohéziós pénzek, vagyis a kevésbé fejlett országoknak járó uniós támogatások fenntartását kérik. A cseh, a szlovák, a lengyel és Orbán Viktor magyar miniszterelnök Prágában találkozott. A megbeszélésen a jövő heti uniós csúcs találkozóról is egyeztettek. Mind a négy visegrádi ország miniszterelnöke ott volt Prágában, hogy kiálljanak a kevésbé fejlett országoknak járó uniós támogatások megmaradása mellett. Közös levelet írtak a brüsszeli vezetőknek. A visegrádi négyek közös érdekeit fogalmaztuk meg, az energiapolitika, az unió versenyképességének fokozása, a küszöbön álló uniós költségvetés és legfőképpen a kohéziós alapok tekintetében, mondta az egyeztetés után Petr Nečas, cseh kormányfő. Orbán Viktor szerint a közép-európai országok gazdasági sikereihez elengedhetetlen infrastrukturális fejlesztéseket csak a kohéziós támogatásokból lehet finanszírozni. Ha tényleg növekedést akar Európa, akkor nem szabad hozzányúlni a kohéziós alapokhoz, mert az nem egy fikció, egy vágyálom, egy terv, az egyetlen bizonyítottan növekedést eredményező eszköz. Donald Tusk, lengyel kormányfő szerint az Európai Unió gazdaságának a szigorú költségvetés mellett az erőit a gazdasági növekedésre kell fordítania, amihez szükség van a tagországok közti különbségek kiegyenlítését szolgáló kohéziós forrásokra. Robert Fico, szlovák kormányfő úgy vélte, rugalmasabbá kellene tenni az alapok felhasználását is. Szerinte a megmaradt forrásokat a tagállamoknak maguknak kellene eldönteniük, hogy milyen célra fordítják. A kormányfők remélik, hogy az esedékes uniós csúcs találkozón sikerül érvényesíteniük a visegrádi négyek elképzeléseit.
Csehországtól Lengyelország veszi át júliustól a V4-ek elnökségét. A tagállamok vezetői szerint Prága sikeres éven van túl. A visegrádi országoknak sikerült jelentőségüket növelni. Már számos ponton más álláspontot képviselnek, mégis képesek hatékonyan érvényesíteni a közös érdekeket. A híradót Mészáros László tudósította Prágából. A váratlan eseményekre is felkészíti az országot a jövő évi költségvetés tervezete, az állami számvevőszék vizsgálata szerint. Domokos László elnök azt mondta, ha a várt mértékben növekszik a gazdaság, akkor tartható a jövőre tervezett 2,2%-os hiánycél, és tovább csökkenhet az államadósság is. Az ÁSZ vizsgálata azonban kockázatokra is figyelmeztet, ilyen például a tranzakciós illetékből származó bevétel nagysága. Kockázatot hordoz, vagy pedig a kockázat kezelését jelenti. Ezekre a kérdésekre keresett választ az állami számvevőszék, amikor gorcsó alá vette a jövő évi költségvetés tervezetét. Azt állapították meg, hogy bár vannak bizonytalanságok a büdzsében, de a parlamentnek a hónap közepén benyújtott tervezet a váratlan eseményekre is jól felkészíti az országot. Önmagában az a tény, hogy elkészült a költségvetés tervezete, és ennek vitája lezajlik még a nyár folyamán, az erősíti az előreláthatóságot, és felkészíti az országot egy váratlan eseményekre való reagáló jó képességre. A számvevők számításai szerint, ha jövőre 1,6%-kal nő a GDP, akkor tartható lesz a költségvetés tervezet 2,2%-os hiánya. Emellett az államadóság is csökkenthető. Ezzel a költségvetési tervezet eleget tesz az alkotmányban és a stabilitási törvényben foglalt szabályoknak. Már az országgyűlés honlapján is olvasható számvevőszéki jelentés szerint a költségvetés kiadási oldalát jól tervezték meg. Ugyanez az ÁSZ szerint már nem mondható el a bevételi oldalról, ahol a legnagyobb bizonytalanságot az adók jelentik. A vizsgálat szerint az adóbevételek harmada megalapozatlan, mert még nem fogadta el az országgyűlés az összes adótörvényt. Az adóbevételek tervezett előirányzatai nincsenek teljes körűen részletes számításokkal alátámasztva, azért ez nem mindig jelent olyan súlyos problémát, amelyet így első hallásra lehetne érzékelni, mert párhuzamosan a parlamentben azért a törvényalkotói munka folyik. Az ÁSZ szerint kérdéses, hogy például a tranzakciós illetékből, vagy a cégautóadóból, illetve az EVA-ból befolyik-e annyi pénz az államkasszába, mint amennyit a kormány eltervezett. A Nemzetgazdasági Minisztérium visszautasítja a kritikát. Szerintük a számvevőszék nem volt kellően körültekintő. A pártok reagáltak a költségvetésre, kollégáim még dolgoznak az anyagon, melyet hamarosan bemutatunk. Véget ért az ENSZ tagállamok Rio de Janeiro-ban tartott klímakonferenciája. A találkozó végül egy közös nyilatkozat elfogadásával zárult, ám a tanácskozást sokkal több kritika érte, mint amennyi elismerés. A bírálók azt mondják, most sem történt előrelépés a 20 évvel ezelőtt ugyanitt megtartott klímacsúcshoz képest. Lesz megállapodás. A Rio ENSZ konferencia, amelynek témája a fenntartható fejlődés, a tagállamok közös nyilatkozatával zárul. Ez olyan értelemben siker, hogy pár napja még úgy tűnt, ebből sem lesz semmi. Olyan szempontból viszont fél siker, hogy a dokumentumot rengetegen bírálják, civil szervezetek és politikusok egyaránt. Azt mondják, hogy ez kevés, hogy nem tesz eleget, hogy a dokumentum még mindig sokkal inkább a fejlődésről és nem a fenntarthatóságról szól. Áder János köztársasági elnök az MTI Hírcentrumnak úgy nyilatkozott, hogy a világ jelenleg a vajúdás állapotában van, és a fenntarthatatlanság megszüntetéséhez több évig tartó szemléletváltásra van szükség. Azt mondta, előre lehetett tudni, hogy a riói csúcs találkozó nem a végállomás lesz ezen az úton, hanem egy állomás. Beszéltem szakértő diplomatákkal is. Ők azt mondják, hogy a dokumentumon sokkal inkább érezhető, ez a dokumentum sokkal inkább tükrözi a fejlődő országok akaratát, mint a fejlett országokét. És azt mondják, nagyon érezhető rajta a kínaiak befolyása. Ezzel úgy vélik, egy olyan folyamat vette kezdetét, amelyben már nem a fejlett országok akarata érvényesül, hanem sokkal inkább a fejlődő, feltörekvő nemzeteké. Konsicki Zoltán, MTI Hírcentrum, Rio de Janeiro. És akkor most lássuk a reakciókat. Új munkahelyek létrehozását segítő intézkedéseket vár a Fidesz frakció a kormánytól a jövő évi költségvetésben. Emellett adókedvezményt adnának például azoknak a cégeknek, amelyek 55 év feletti, illetve 25 év alatti embereket foglalkoztatnak, vagy pedig szegényebb régiókban működnek. Ebben a fémforgácsoló üzemben csak néhány ember dolgozik.
Többet azért nem foglalkoztatnak, mert akkor a közterhek miatt a fejlesztésre nem jutna. Az ehhez hasonló mikrovállalkozásokon is segítene most a Fidesz. A képviselőcsoport adókedvezményekkel védené az 55 év feletti, a 25 év alatti és a képzettséget nem igénylő munkakörben dolgozókat, és egyszerűbben adóztatna az 5 millió forint alatti bevételt elérő önfoglalkoztató mikrovállalkozásokat. A munka világa, a munkahelyek védelme, a munkahelyteremtés az egy olyan cél, amin nem lehet vitatkozni. Ez ma Magyarországon a legfontosabb célkitűzés. Az MSZP szerint éppen a kormánypártok szavazták meg az elbocsátásokat megkönnyítő új munkatörvénykönyvét és a járulékok emelését is. Az a Fidesz frakció kívánja most mérsékelni a munkaadók terheit, amely támogatta kormánya javaslatait, mely szerint a béreket terhelő járulékok az elmúlt két évben emelkedtek. A Jobbik szerint a Fidesz javaslatai nem oldják meg a munkahelyteremtés problémáját. Ezekkel az eszközökkel az elmúlt 22 évben folyamatosan éltek a kormányok, és láthatóan mégis egy rosszabb helyzetben van a foglalkoztatás, tehát nyilvánvaló, hogy ezek nem adnak megoldást. Az LMP szerint a Fidesz most az ő korábbi javaslataikat terjeszti a kormány elé. Láthatóak azok a javaslatok, amelyek szó szerint benne voltak az LMP-s javaslatcsomagban, most ugyanott vannak a Fidesznél is. A Fidesz frakció hétfői ülésén Orbán Viktor és Matolcsy György jelenlétében tárgyalnak a javaslatokról. Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét választották meg a Vajdasági Képviselőház elnökének. A 120 tagú tartományi parlament ma tartotta alakuló ülését. A VMS 7 tagú frakcióját Egeresi Sándor vezeti, aki az előző ciklusban a Vajdasági Képviselőház elnöki tisztségét töltötte be. Az eskütételt követően Pásztor István bejelentette, hogy az eddiginél aktívabb szerepet szán a Vajdasági Képviselőháznak a döntéshozatalban. Az előző időben voltak olyan évek, amikor 3-4-5 parlament ülés volt csak. Azt hiszem, hogy csak arra hagyatkozni, hogy a kormány mennyi javaslatot fogalmaz meg, és azok mikor kerülnek asztalra, és csak azoknak apropóján összeívni parlament ülést, egy olyan gyakorlat, amit meg kellene szüntetni. A VMS képviselőcsoportja 7 tagú. A Vajdasági Magyar Pártnak 4-jel kevesebb képviselője van, mint az előző ciklusban. Egeresi Sándor frakcióvezetőként a magyar érdekek mellett a Vajdaság regionális gazdasági érdekeit is szem előtt kívánja tartani. A pénzelésére szó törvény meghozatala számunkra is prioritás, tehát természetesen, hogy már az elmúlt időszakban is kértük és követeltük ennek a nagyon fontos törvénynek a meghozatalát, továbbra is kitartunk emellett, és bízok benne, hogy az új összetételű szerb parlament a legrövidebb időn belül politikai érzékenységére hivatkozva is, de meghoz egy ilyen döntést. A vajdasági kormányfői poszt legesélyesebb várományosa a Demokrata Párt egyik alelnöke, Bojan Pajtics, aki már 2 mandátumot töltött ezen a poszton. Egy ember meghalt, amikor bomba robbant Belgrád központjában. A robbanó szerkezetet egy autó alá szerelték. Nem hivatalos értesülések szerint az áldozat egy 41 éves montenegrói üzletember. A detonáció olyan erős volt, hogy a környék ablakai betörtek, 2 autó teljesen megrongálódott. Az elmúlt hónapokban több vélhetően alvilági leszámolás történt Szerbiában. Egy hónappal ezelőtt Újvidék egyik népszerű pizzériájának teraszán lőttek fejbe egy üzletembert. Ratifikálta a pozsonyi parlament az európai stabilitási mechanizmusról szóló szerződést. Szlovákia ezzel 660 millió euró befizetéssel és több mint 5,8 millió eurós kötelezvénnyel járul hozzá az uniós mentőcsomaghoz. A ratifikációt heves vita előzte meg. Az egyik ellenzéki párt, a Szabadság és Szolidaritás tagjai ugyanis élesen bírálták a szerződést. Szerintük Szlovákiának inkább az eurozóna szétesésére kellene felkészülnie. A pozsonyi döntést még Iván Gašparovics államfőnek is jóvá kell hagynia. A KDNP és a Magyar Koalíció pártja közötti kapcsolat szorosabbra fűzéséről, az úgynevezett kisebbségi minimumról és az Európai Néppárt közelgő tisztújításáról tárgyalt Pozsonyban Drubovszky György, a KDNP frakcióvezető helyettese az MKP vezetőivel. A kereszténydemokrata politikust ezt követően a pozsonyi parlamentben Bugár Bélával is találkozott. A Most Híd szlovák-magyar vegyes párt elnökétől azt kérte, járjon közbe a magyar-szlovák kapcsolatok javításáért a budapesti és a pozsonyi országgyűlés közötti együttműködés erősítéséért. Nagyon feszült a viszony a két ország között, és én úgy érzem, mint magyar,
és mint szomszéd, tehát nem a magyarokra, hanem a szlovákokra is, az együttműködés szorosan és baráti módon kellene megszerveznünk, és mindent, amit meg tudunk tenni a viszony javítása érdekében, azt nekünk elemi kötelességünk megtenni. Írásos nyilatkozatot kért Traian Băsescu, román államfő, a Kulturális és Örökségvédelmi Minisztérium élére jelölt Puiu Hasolti szenátortól arról, hogy nem plagizált. A szokatlan igény előzménye, hogy Vitor Ponta, román miniszterelnökről a Brit Nature című folyóirat azt írta, hogy 2003-ban megvédett jogtudományi doktori disszertációjának több mint felét másolta anélkül, hogy az átvett részeket megjelölte volna. Plágium botrányba keveredett az oktatási miniszter is, ezért le kellett mondania. Közben ultimátumot adtak a román kormánypártok Traian Băsescunak, vagy kinevezi hétfőig a Victor Ponta miniszterelnök által jelölt Hasoltit kulturális miniszternek, vagy felfüggesztik tisztségéből. Ioan Rus, román belügyminiszter, számított arra, hogy a letöltendő börtönbüntetésre ítélt Adrian Năstase volt miniszterelnök öngyilkos akar lenni, ezért több óvintézkedéssel próbálta csökkenteni ennek valószínűségét. Rus intézkedett arról, hogy ne egyenruhás, hanem civil rendőrök menjenek az elítéltért, ezzel is tompítani próbálta a helyzet megalázó jellegén. Állítólag Rus intézkedett arról is, hogy egy mentő várakozzon a ház közelében. A miniszter azonban cáfolta, hogy a különleges alakulathoz tartozott volna a Năstase életét megmentő rendőr. Egy hazai és egy külhoni magyar szervezet kapta az idei brüsszeli magyar bálon összegyűjtött jótékonysági felajánlásokat. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány 500 000 forintból építhet kerítést az árva gyerekek ellátását segítő egyik veteményes kert köré. A Balatonfüredi Gyermekjóléti Szolgálat pedig 1 000 000 forintot fordíthat a hátrányos helyzetű gyermekek nyári üdültetésére. Az adományokat a Magyar Bált szervező ARCFAM Egyesület pártfogói Pecni Gál Ildikó és Sógor Csaba európai parlamenti képviselők adták át. A rendezvényen részt vett a jövő évi brüsszeli magyar bál jótékonysági főpártfogója Herceg Anita, Áder János köztársasági elnök felesége is. Villámcsapások és fakidőlések okoztak károkat az éjszakai viharban az ország több pontján. A tűzoltókat csaknem 100-szor riasztották, a legtöbbször a fővárosban és Pest megyében. A villámcsapások miatt sok helyen zárlatosak lettek a felső vezetékek, így több vonat késett. Személyi sérülés sehol nem történt. Délutánig dolgoztak a tűzoltók az éjszakai vihar után a fővárosban. A legtöbb bejelentés a 16. és a 17. kerületből érkezett. A viharos szél leszakította az ágakat, sok helyen pedig ki is dőltek a fák. A 7. kerületben a troli felső vezetékét szakította le egy 10 méteres öles fa, még a 13. kerületben például egy autót zúzott össze, szintén egy kidőlő fa. Egész délelőtt pótlóbuszok jártak a kisföld alattik helyett, a Deák tér és az Oktogon között, mert egy villámcsapásban megsérült a pálya áramellátása. A pótlóbuszok megállóit sok turista csak nehezen találta meg. Fehérgyarmaton villámcsapott egy családi házba. A tetőszerkezet teljesen leégett, de a lakók nem sérültek meg. A szomszéd azt mondja, látta a hatalmas villámot. Olyan pukkanás, mint egy atombomba, olyat szólt. Most nem kéltek fél. Jönnek kifele, ha úgy csipás, mint a kette, mit kiabálsz, mondom, melyik a házadom, gyertek kifele. Győrben reggel felhőszakadás volt. A csatornák nem tudták elvezetni a hatalmas mennyiségű vizet, több utcában alig lehetett közlekedni. A város egyik forgalmas aluljáróját órákra le is kellett zárni, annyi víz gyűlt benne össze. A vihar a vonat közlekedésben is fennakadásokat okozott. A villámcsapások miatt több helyen elromlottak a biztosító berendezések, a felső vezetékek pedig zárlatosak lettek. A Budapest 60 Miskolc és a Budapest Esztergom vonalon jelentős késések voltak. Egy szolgálaton kívüli tűzoltó mentett meg egy családot Budapesten. A tűzoltó reggel éppen munkába ment, amikor útközben azt látta, hogy villámcsap bele egy házba, és óriási lángokkal égni kezd a tetőtér. Félreállt és beruhant az épületbe, közben pedig segítséget hívott. A család így megmenekült, és az alsó szintre sem terjedt tovább a tűz. Kis Attilát a hősiességért kora délután késtüntették. Az tiszta láng volt, az be volt borítva lánggal, tehát az egész éget úgy, ahogy van.
A tűzoltó éppen munkába ment, amikor észrevette, hogy lángol az egyik családi ház. Azonnal berohantam az égő épületbe, közben telefonnal a kezembe a központomnak mondtam el, hogy itt vagyok, hol vagyok, kertes kiemeltel kezdjünk. Kis Attila reggel ugyan még nem volt szolgálatban, de betörte az égőház ajtaját, áramtalanította a házat és elzárta a gázt. A háromszobás tetőtérből egy idős nőt is ő mentett ki. Vissza akart menni újra az épületbe, amit nekem mindenképpen megint csak meg kell akarázom. Színné égtek a gerendák, mire a többi tűzoltó megérkezett. A család azt mondja, ha kis Attila nem veszi észre a lángokat, idővel akár a gáz is berobbanhatott volna. Ő intézkedett, ő gyorsította meg a tűzoltók kiérkezését, segített itt a házba, megnézte, nincs-e személyes sérülés, gázt elzárt, nehogy robbanás történjen. Elismerésül a mai nappal előléptetem tűzoltó zászlossá. A tűzoltót kitüntették, amiért védőruha nélkül szolgálaton kívül nekilátott a mentésnek. Kis Attila azt mondja, természetes volt, hogy segít. Nem mész tovább, nem mész tovább. Ezért vagyunk tűzoltók, ez a szakmánk, ez az életünk, ez a munkánk. Tehát ezt nekünk ezt mindenképpen, nekünk ezt csinálnunk kell. Szétégett könyv és bútordarabok maradtak csak a ház felső szintjén. A családnak van biztosítása, úgy számolnak 5-6 milliós lehet a kár. Kassai Viktor hazaérkezése után azt mondta, nem lepődött meg azon, hogy Pierluigi Collina, az UEFA főbírója hazaküldte az Európa-bajnokságról, mert a hibájuk ezt követelte. Játékvezetőknek tart edzést Pierluigi Collina, az UEFA vezető bírója az Európa-bajnokságon. A bírók az alapvonalon állva próbálják eldönteni, hogy benn volt-e a labda vagy sem, majd visszanézik a felvételt. A gyakorlást Collina rendelte el, miután Kassai Viktor és segítői hasonló helyzetben nem adták meg az ukránok egyenlítő gólját a keddi angol-ukrán meccsen. Kassai Viktor a ma reggelben azt mondta, nehezen éli meg, de elfogadja, hogy nem vezethet több meccset az EB-n. Teljesen természetes volt, hogy haza kellett érnünk, hiszen a hibának a nagysága az előjelezte azt, hogy nem maradunk tovább az Európa-bajnokságon, tehát ezzel nem volt sajnos meglepetés, ami után megtekintettük a felvételt. Azt, hogy milyen következményei lesznek, ezt még mi sem tudjuk. Collina egy nyilatkozatában azt javasolta Kassai Viktornak és segítőinek, hogy minél előbb felejtsék el a meccset. Kassai vezetett már olimpiai döntőt és bajnokok ligája finálét is, tavaly a világ legjobb bírójának választották. A 90-es években Puhl Sándor négyszer is a világ legjobbja volt, 94-ben VB döntőn bíráskodott. Szerinte egy apró hiba okozta a gólbíró tévedését. A vonallal állt párhuzamosan a gólpista, és egy picit a tengedő bal felé hajolt. Meg akarta látni, hogy bent volt lenne. Ez a bal felé való hajlás pontosan annyi hibát okozott, hogy a kapufához és a vonalhoz visszanyújtotta a labdát, rosszul ítélte meg. Erről a pillanatról beszél Puhl Sándor. Látszik, hogy a gólbíró nem pont az alapvonalon állt, így viszont a kapufa korlátozta a helyzet megítélésében. Az is tény azonban, hogy az UEFA kötelezően kijelölte azt a pontot, ahol neki állnia kellett. A világbajnoki döntő után Puhl Sándor egy BL meccsen nem adott piros lapot egy durva szabálytalanság miatt, utána már nem bíztak rá komoly meccset. Az UEFA-nak nincsenek szabályai Kassaiék esetére, így egyelőre nem lehet tudni, milyen hatással lesz a pályafutására. Azt mondja, fel sem merült benne, hogy abba hagyja, július 5-én el is kezdi az edzéseket a következő szezonra. A Kolozsváron megjelenő Magyar Kisebbség című nemzetpolitikai szemle és szerkesztősége kapja az idei Lőrinc Csaba díjat Sepsiszentgyörgyön. A lap a kisebbségi kérdés tudományos elemzéséért, a magyar nemzetrészek közötti párbeszéd egyik legfontosabb fórumának létrehozásáért és működtetéséért, valamint kiemelkedő elméleti és szerkesztői munkájáért érdemelte ki az elismerést. A 4 évvel ezelőtt 49 évesen elhunyt Lőrinc Csabára a Sepsiszentgyörgyi temetőben emlékeztek. Az erdélyi ellenzéki Limeszkör tagja volt, majd a 80-as években áttelepült Magyarországra. Az első Orbán kormány idején a külügyminisztérium helyettes államtitkáraként dolgozott. Az Országgyűlés külügyi és határon túli magyarok bizottságának főtanácsadójaként részese volt az ország nemzetpolitikája alakításának. Nevéhez fűződik a határon túli magyarság szülőföldjén maradását célzó 2001-es kedvezménytörvény megalkotása. Azok a gondolatok, amelyek megfogalmazottak általa, azok továbbra is a magyar külpolitika számára útmutatást jelentenek a mindenkori döntéshozók számára.
Lőrincs Csaba emlékét őrzi és szellemiségét ápolja a kisebbségekért Prominoritáté Alapítvány által 2009-ben alapított Lőrincs Csaba díj, amely tudósok, szakértők, írók, újságírók kiemelkedő politikai, nemzetpolitikai tevékenységét jutalmazza. Az idén ezt a Magyar Kisebbség folyóirat kapja. Ez a díj elsősorban ahhoz segít hozzá, hogy egy más dimenzióba próbáljuk ugyanezt jobban, nagyobb odaadással, hiszen úgy tűnik, hogy a visszajelzések is pozitívak. A díj átadására adásunk időpontjában a Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban kerül sor. A Duna Televízió híradója véget ért. Én köszönöm figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra!